A komáromiak szívesen töltik szabadidejüket a Rüdiger-tavak partján, mely egy nagy és egy kisebb tóból áll. Ezek nem természetes mederképződmények, hanem téglabányászat eredményeként jöttek létre. Ennek okaként érdemes megemlíteni, hogy ugye az agyagmeder elég jó vízáró réteget képez, tehát itt a környező telkeknek a talajvíz mozgását minimálisan szabályozza, így amikor a csapadék, a sok mennyiségű csapadék miatt megemelkedik a Rüdigertó vízszintje, minimális hatással lehet a környező telkek talajvíz mozgására. Illetve érdemes megemlíteni, hogy Komárom városa rendszeresen figyeli a vizálást, és egy éren keresztül leengedi a tavakat, hogyha túl nagy a vizálás. Komáromváros önkormányzata kiemelten kezeli a Ridigertó sorsát, emiatt 2009-ben egy szerződést kötött egy budapesti helyszíni céggel. Ez a cég bioremidációs vizsgálatokat, illetve bioremidációs rehabilitációs munkákat végzett a, a, a tavon, ami azt jelenti, hogy az iszap vastagságot tudják szabályozni, illetve felszaporodott az algállomány, ezt is tudták szabályozni, ez most már jól látható eredményekkel bír. Ugye A vízminőség kimutathatóan exponenciálisan javult, illetve ö, ö, fizikailag is látható, hogy a víz tisztább lett. Maga a halálomány is ö, egészségesebbnek mondható. Ez egyrészt annak is köszönhető, hogy a Komáromi Orgász Egyesület minden évben egy fertőtlenítést kérettől a cégtől, illetve itt intenzív hallgazdálkodás ö, s, ö, folyik, tehát folyamatosan ö, pótolják a halálományt. Ugye az ökológiai állapot ö, javulásával ö, folyamatosan megfigyelt, hogy a vízivadállomány is ö, növekszik, illetve a víziszárnyas állomány. Ez sajnos most már egy kicsit átbillent a másik oldalra. Ugye minden természetes víznek van egy vízivad eltartó ö, képessége, amit ki lehet tolni, hogyha az ember úgymond negatív hatásként például a kenyéretetésre gondolok itt, kitolja ezt az eltartó képességet. Emiatt a vízi szárnyas állomány miatt, ami megnövekedett, sajnos negatív hatásokat is meg lehet figyelni a tó életében, mint például a foszfor felhalmozódás, ami a vízivadaknak a ürlékéből származik, vagy a fagyú termelésből származik. Emiatt meg is kérnénk a komárom lakosságát, hogy a túlzott kenyéretetést mellőzzék. A horgászok elmondása alapján a, a pont és a harcsa állomány, ami jelentősebb, de ezen kívül kárász, keszeg, illetve csuka is megfigyelhető, illetve amit még fontos kiemelni, hogy a törpe harcsa állomány az folyamatosan nő. A törpe harcsa egy invazív jellegű, agresszívan terjeszkedő halfaj, amiről azt kell tudni, hogyha folyamatosan például a kenyéretetéssel plusz utánpótlás biztosítunk, a természetes vizekbe felszaporodik, és így megnehezíti az amúgy természetesen őshonos halfajoknak a, a szaporodását. Érdekességként érdemes megemlíteni, mint egy kontrasztos ökológiai folyamatot, hogy a hátsó tavon olykor megfigyelhető már a Eurázsiai hód. A hód megjelenése nyilvánvalóan annak is köszönhető, hogy a tónak a természetes állapota javult. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a hód jelenléte nem állandó, és semmilyen veszélyt nem jelent az itt élők számára, illetve az itt élők kertjeire nézve. A Rüdiger tónál találjuk a Kecskés László sétányt. Kecskés László komáromi helytörténész múzeum alapítónak a kedvenc fája a mocsár ciprusok voltak, melyeket a sétány mentén találhatunk meg. Tulajdonképpen az érdekessége az, hogy általában a víz közelébe szeretik ültetni, ennek az egyik oka az, hogy ezek a fák egy bizonyos kor után a magas talajvíz miatt úgynevezett légzőpipákat növesztenek, ami egy cseppkőhöz hasonló képződmény és egy nagyon különleges természeti élményt nyújtanak. Tehát sok-sok természeti értéket találhat az ide látogató a Rüdiger tavaknál. Vigyázzunk környezetére, Komárom egyik gyönyörű színfoltjára, hogy sokáig megmaradjon ebben az állapotban. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Pozdanuby, Crossing Borders by Information in the Pozdanuby Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika. Az elkészült műsor az Információval a Határon át a Ponszdanubí régióban Crossing Borders by Information in the Ponszdanubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.